Üdvözöljük kedves nézőinket! Zdravíme vážených divákov! Ülésezett Góta város képviselőtestülete. A február 10-én megtartott ülésen tárgyalták az iskolaügy anyagait, a városi rendezvénynaptárat és a támogatások szétosztását a 2020-as évre. Megvitatták a területrendezési tervet és a város beruházásainak tervét is. Mai adásunkban az önkormányzati ülésen készült felvételeinket tekinthetik meg, először eredeti nyelven, majd tolmácsolásban. Elmondjuk azt is, miért fontos szavazni a Méhes-kés játszótérért. Köszönjük figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is. Zasadalo mestské zastupiteľstvo v Kolárove. Na zasadnutí 10. februára sa prerokovali materiály v oblasti školstva, kalendár podujatí a rozdelenie finančných príspevkov na rok 2020. Prerokoval sa tiež plán vysporiadania pozemkov a investičný plán mesta. V dnešnom vysielaní si môžete pozrieť zábery natočené na zasadnutí, najprv v pôvodnom jazyku a následne v pretlmočení. Povieme vám aj to, prečo je dôležité hlasovať za ihrisko žihadielko. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia o týždeň. Február végéig lehet szavazni a Lidl játszóteréért, tehát a Méhecskés játszótéréért. A számok szépek, több mint 200 ezer szavazat érkezett eddig Gótára, és több mint 9 ezer ember regisztrált, aki a gótai játszótérért szavaz. Miért fontos, hogy a gótai játszótérre szavazzanak? Jó, magam is figyelemmel követem ezt a úgymond játékot, amit valahogy nagyon komolyan vesznek, nem csak a gótaiak, de ahogy figyeljük egész Szlovákiában a résztvevő városok. Hiszen úgy érzem, hogy számukra nagyon fontos, hogy gazdagítsák a városokat egy új játszótérrel. Én is úgy érzem, hogy Gútán megkezdtük a játszóterek szépítését, bővítését, sőt, újak építését tervezzük. Egyet éppen a múlt héten vettünk át, amin egy kicsit felsőt a napocska, át is adjuk a gyermekeknek használatba. Számomra ez azt jelenti, hogy plusz még egy játszótérrel gazdagodhatna a város, ami nem kerül igazán pénzébe, csak szavazatokba. Úgy látom, hogy egyelőre Gúta a harmadik helyen van, jó magam is esténként odaülök, és támogatom ezt a játékot. Nagyon szeretnénk, hogyha még a elkövetkező két hétben minél többen tudnának szavazni, megszólítani azokat, akik még eddig nem vettek részt ebben a játékban. És úgy látom, mivel Gútán ez a szám közel 10 000, akik nap mint nap szavaznak, meg kell, hogy szólítsuk a környező falvakat, városokat, ismerőseinket, barátainkat, hogy segítsenek be ebbe, hogy tartsuk meg ezt a szép harmadik helyet, de hogyha másodikok lennénk, én annak is örülnék. Tehát még egyszer mindenkit arra bíztatok, hogy hajrá Gúta, és mindenki esténként szavazzon. Köszönöm szépen! Köszönöm.